Tehát ez nem pénzkérdése, a lengyelek szegényebbek, mint a magyarok. De éppenséggel enni azt tudnának ők is nyilván, amennyit csak lehet, meg amilyen egészségtelenül csak lehet. A világon egyedül szinte csak az amerikaiak étkeznek egészségtelenebbül, mint a magyarok. Nem fejezhetjük be úgy az egészségügyi változások előkészítését, hogy ne mondhassuk azt, hogy legalább részben ellensúlyoztuk a társadalom megdöbbentően felelőtlen viselkedését több irányból is. A másik alapvető probléma a kevés testmozgás mellett a magyarországi gasztronómia és a gyors éttermek beáramlott szemete. Irgalmatlanul sok hús, sok zsír, porokból készült ételek, ezeknek a keverése sok esetben csak még tovább fokozza az egészségtelen étkezést és az elhízást. Aki például rendszeresen gulyáslevest teszik, mellette jó sok galuskával, kenyérrel, azok 40 éves korukra súlyos egészségügyi problémákkal nézhetnek szembe, tehát már egészen fiatalon is komoly gondjaik lehetnek ebből a fajta gasztronómiából. A jelenlegi magyar gasztronómia fiatalkori halálhoz tökéletes. Az egészséges étkezéstől távolabb nem is lehetne. Ami a rendszeres testmozgás bevezetése mellett szóba kerülhet, például a gyors éttermek ételeinek kötelező megváltoztatása, az utcai étkezdék gasztronómiai forradalma. Tehát ugye a gyors éttermek esetében lehet szabályozni számos dolgot, hogy mit tartalmazhatnak az ételek, hogy nem készülhet porból a hasábburgonya, hogy nem készülhet porból a szendvics, tehát hogy valós létező dolgokat kell eladjanak az embereknek, nem pedig műanyag szemetet, amit aztán nem tud a szervezetük feldolgozni, lerakódik, és az aztán ki is nyírja őket. Az utcai étkezés gasztronómiai változásáról az igazgatáson belül a területfejlesztésnél fogunk beszélni, hogy például milyen típusú éttermek nyitását érdemes engedélyezni a különböző körzetekben, hogyan lehet változatosabbá tenni az étkezést. A mezőgazdasági és élelmiszerügyi csoportban lesz szó a gyors éttermek szabályozásáról és az iskolai étkezdék és büfék kínálatának szabályozásáról. Ugye itt alapvetően számunkra még felmerül az a kérdés, hogy ezekben a csoportokban kiket kérjünk fel, mely szakmák képesek ezeknek a területeknek a megfelelő szabályozására, és hogy kiket vegyünk be a mezőgazdasági és élelmiszerügyi csoportba, hogy a élelmiszereket alapvetően úgy szabályozzuk, hogy a kezdetektől a elfogyasztásig, vagy hogyha valamit nem fogyasztanak el, akkor az megy a szegényeknek. Tehát, hogy tehát alapvetően az egész élelmezésügyi folyamatot végig akarjuk szabályozni egyben, hogy ez egy egységes dolog legyen, és ezért van azt, hogy ezt a élelmiszerügyi és mezőgazdasági csoportra gondoltunk, hogy ez így egybe kerüljön szabályozásra, hogy úgy készítsük elő ennek a dolognak a szabályt, hogy ez egységes logikát mutasson, hogy ne legyenek benne kiskapuk, lehetőségek arra, hogy mégiscsak valahogy szemetetet essenek az emberekkel. Jó, tovább is léphetünk, majd a későbbiekben erre akkor más csoportokban visszatérünk, és akkor jöhet a vérbankok feltöltése. Ha például minden extrém sportot űző számára kötelezővé tesszük a véradást, ahogy a legveszélyesebb motor típusok birtokosainak is, akkor lényegesen több vér kerül a hiányos vérbankokba. Másrészt ezzel jelezzük nekik, hogy egészségügyi szempontból ez nem biztos, hogy jó ötlet. Például egy kanadai felsérülést szenvedett az Egyesült Államokban.
az egészségbiztosító 120 millió forintnak megfelelő összeget számlázott ki neki, tehát magáért az egészségügyi kezelésért. Tehát ugye annyiba került az ő kezelése, mi ebbe a 120 millió forintba, vagyis hát annak megfelelő dollárba. Tehát adott esetben 10-20 év alatt nem adózol annyit, mint amennyit elkölt az EU az ellátásodra, hogyha veszélyes motorral, vagy a leggyorsabb motortípusok esetében nagyon gyakori az, hogy ápolni kell őket, ahogy, vagyis hát teljes ellátást kell nekik adni, ahogy az extrém sportolók esetében is nagyon gyakori a sérülés, és nagyon súlyos is szokott lenni. De ezt persze nem tiltjuk, csak kötelező véradást kötünk hozzá, és akkor ezzel egyben a hiányos vérbankok is feltöltődnek. Továbbá a rabok számára szintén érdemes kötelezővé tenni a véradást, cserébe többet költünk az élelmezésükre, felújítunk néhány börtönt, néhány büntetés végrehajtási intézményt. A büntetés végrehajtás reformjáról majd a büntetés végrehajtási csoportban lesz szó. Az EU-nél a lényeg, hogy az eddig erősen hiányos vérbankok végre feltöltődnek. És persze még felmerül a kérdés, hogy még jöhetnek esetleg újabb ötletek azzal kapcsolatban, hogy még hogyan lehetne ezt minél eredményesebben, folyamatában feltölteni. Aztán most újra témát váltunk, hát részben, hát maradunk az egészségnél. Portugáliában a rászorulók ingyen kapják meg a lejárat előtt álló gyógyszereket. Tehát így alapvetően az a kérdés, hogy ezt hogy oldjuk meg, hogy nálunk is így legyen, mert így lesz. Csak az a kérdés, ennek így kell lenni, ez így helyes. Csak hogy hogyan lehet ezt precízen megszervezni, hogy még a lejárat előtt meg is kapják ezeket a gyógyszereket. Ugye alapvetően a portugálok itt ennél a gyógyszeres megoldásnál abból indultak ki, hogy ezeket a gyógyszereket a gyógyszertárak egyébként is kidobnák, tehát ez amúgy is, tehát ez amúgy sem hozna pénzügyi veszteséget a gyógyszertáraknak, és ezért van az, hogy a lejárat előtt álló gyógyszereket ingyen adják a szegényeknek, ingyen kell, hogy adják a szegényeknek a gyógyszertárak. Kivételesen egy átmeneti intézkedés. Hatalomra kerülés után listát írunk azokról, akik, ha nem kapják meg időben a kezelést, várhatóan meghalnak. Az ő életük megmentésére külön átmeneti pénzalapot hozunk létre. Ha itthon nincs kapacitás, akkor külföldön kezeltetjük őket ebből a pénzkeretből. A kórház összevonások és a személyzet létszám növelése után erre már nem lesz szükség. De van, aki addig nem marad életben, őket menteni kell. És ehhez plusz pénz szükséges. Ezt figyelembe kell majd vennünk ami a költségvetési csoportban, meg itt is majd egy beszélés kell azzal kapcsolatban, hogy nagyjából akkor mekkora összeget különítsünk el erre a átmeneti pénzalapra. És akkor így a vége felé beszéljünk az önkormányzatiságról, az egészségügy önkormányzatiságának a részleteiről, hogy például kiszavazhat. Az állami egészségügyben dolgozó egészségügyi szakdolgozók szavazhatnak az EU új vezetőjéről. Az állami egészségügy fogalma, országos hatáskörű szervek, országos gyógyítóintézetek, országos egészségügyi szakmai intézetek, országos egészségügyi szakpolitikai intézetek, a kórházszövetség és az egyetemi klinikák szövetségébe tartozó minden intézmény alkalmazottai, mármint ilyen egészségügyi alkalmazottai, plusz házi orvosok, stb. A kérdés az, hogy ezt így fogalmazzuk meg, vagy jó úgy, hogy az állam alkalmazásában lévő egészségügyi szakdolgozók, bár vannak, akik szerződésesként kötődnek hozzá, ezért is van az, hogy ezzel ennek a megfogalmazásán még külön gondolkodni kell, de hát alapvetően az orvosok és az ápolók. Országos, igen, ez szerencsére nem kell annyira, de mehetünk tovább. Még mehetünk, ez intézményi felsorolások.
akik szavazhatnak témakörben. Megyünk fel, lejjebb, feljebb. Jó, házi orvosok ezek után nem az önkormányzatokkal fognak szerződésben állni, hanem az egészségügyel. Tehát az egészségügynek lesz egy önkormányzatiságot kapott vezetője. Ugye alapvetően az egészségügy alkalmazottai megválasztják a vezetőt. És ennek a vezetőnek alárendeljük a házi orvosokat is. Mert ugye jelenleg eddig vagy az OEP-el, vagy a helyi önkormányzattal álltak szerződésben, és hát ez problémát jelent, mert így nagyon nehéz észszerűen megszervezni az egészségügyet, hiszen azt is tudjuk, hogy az önkormányzati rendszer sincsen észszerűen megszervezve. És azt, hogy ehhez hozzákapcsolták az egészségügyi ellátás részét is, az egy részét, az óriási hiba volt, hiszen egy rosszul szervezett rendszerre ráépítettek egy másik rosszul szervezett rendszert. Tehát ez semmiképpen nem maradhat így, hogy ők az önkormányzatokkal kötnek szerződést, ők az egészségügy központi önkormányzatiságot kapott vezetője alá fognak tartozni, és velük kötik a szerződéseket, hogy aztán az EU új vezetője például átszervezhesse, ahol észszerűtlenül van megszervezve, stb. Tehát, hogy alapvetően rendelkezhessen az egészségügy alkalmazottaival. Az egészségügy vezetője fogja megszervezni a munkájukat, igen, így jogot nyernek a házi orvosok, hogy ők is szavazhassanak az egészségügy vezetőjéről. Akik eddig az OEP-el álltak szerződésbe, ők is átkerülnek az EU alá. A házi orvosi ellátáshoz kapcsolódó önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzőkre is vonatkozik ez a dolog. Amíg egészségügyi végzettségük van, és nem szociális, mert a szociális igazgatás külön önkormányzatiságot kap, de alapvetően aki orvos, tehát azt mindenképpen oda szavazhat az EU vezetőjére. Ha valaki szociális szakember, akkor és úgy ad ápolást, akkor abban az esetben a szociális igazgatás önkormányzatiságot kapott vezetőjére szavazhat, úgyhogy semmiképpen nem járnak rosszul, csak végzettség és munkakör kérdés azt, hogy ki hova szavazhat. Mert ugye itt már kicsit összefolyik a helyi szintű ellátásnál a szociális igazgatás és az orvoslás, azt majd elkülönítjük. A gyógyítás szerkezete. Ugye akkor ezek után hogy fog kinézni maga a gyógyítás? Ugye első lépés, az első kör a társadalmi öntudatosság, az öntudatra ébresztés, ugye az alkohol, cigaretta, stb.-vel kapcsolatban. Második, az állami kötelezettségek, mint a szükséges testmozgás bevezetése, egészségtelen ételekre magasabb áfa, vagy egyes csoportoknak kötelező véradás, fogyasztóvédelem ellenőrzései az élelmezésnél, mezőgazdasági szabályozás, ételbiztonsági szabályozás, stb. A harmadik szintje az egészségügynek, mint tágértelemben vett fogalomnak, az állami cselekvések a periférián, mint a környezetvédelem és az oktatás megfelelő tananyag, az egészségügyel kapcsolatos megfelelő tananyag létrehozása. Aztán a negyedik, az ötödik és a hatodik pont pedig az egészségügynek már az intézményi oldala. A webkamerás rendelés súlyos, gyakran visszatérő beteg embereknél megelőző orvosi ellátás, vizsgálatok, tanácsadás, ez lesz a külső része az egészségügynek, mint intézményrendszernek. Aztán ugye az ötödik pont, rendelők egynapos műtéti lehetőségekkel, vagy a kórházakban egynapos műtéti lehetőségek, tehát alapvetően az egynapos műtétek szintén egy újabb kört jelentenek, és akkor utána jön a kórházak összevonva, az összevont kórházaknak a létezése, annak a fő lényegi része, akik nagyon sokáig fekszenek ott, de azoknak a száma ezekkel az előzetes szűrőknek köszönhetően várhatóan jelentősen csökken. És ez persze fenntarthatóbbá is teszi, meg így már elég is lesz a szakemberek száma, tehát nek ugye sok előnye van, ezt már végsoroltuk, legalábbis reméljük, hogy amit csak találtunk eddig, azt végsoroltuk. Ezek után alig lesz esély arra, hogy egy napnál többet töltsön valaki kórházban, és ez a szakmaiságnak köszönhető, nem a pénzhiánynak. Hát azért ez lényeges, nem azért, mert kidobták, hanem mert meggyógyult.
az egészségügy hosszú távon fenntarthatóvá tétele, először is például erősíti a társadalom moráját, javítja az emberek egészségügyi állapotát, számos befektető veszi figyelembe, hogy ahova be akar fektetni, az adott országban milyen az egészségügy helyzete, tehát az EU rendbetétele ösztönzi az országba, Magyarországra irányuló befektetéseket, továbbá a nemzetközi hitelezők is figyelembe veszik a nagy ellátórendszerek, az EU, az oktatás és a nyugdíjrendszer állapotát, ha azok helyzete hosszú távon fenntartható, akkor alacsonyabb kamatot állapítanak meg az államadósság kölcsöneihez. Így az állam pénz spórol a kölcsönök alacsonyabb kamatai miatt is. Tehát ez nem csak, tehát ez az állam más pénzügyi oldalain is nagyon nagy segítség, hogy ezt sikerül végre majd hosszú távon fenntarthatóvá tenni. És azt, hogy ez így is maradjon, ezért kell a szakma önkormányzatiság, hogy valóban szakmai döntések szülessenek, és ne politikai döntések, az már, abból már elég volt az egészségügyben. Az egészségügyről szóló jogszabályokat úgy alakítjuk át, hogy az megfeleljen az eddig átbeszélt elképzeléseknek. Tehát már megvan a lényeg, ezután, ami szembe megy azzal a lényegi dolgokkal, amit eddig megállapítottunk, azokat a jogszabályi részeket módosítjuk, töröljük, és ennek az eddig átbeszélteknek megfelelő jogszabályi módosításokat alkotunk. Amint megkapjuk a társadalomtól a törvényhozói hatalmat, a különböző szakmák azonnal megkapják az önkormányzatiságot. A szakmákon belüli választások lebonyolítása nagyjából 2 hónappal az országgyűlési választások után meg is történik, addig lesz számukra a kampányidőszak. Az egészségügyről szóló törvények megszűnnek ezek után, miután már az EU-nek saját vezetője lesz, és a szakma átmeneti jogszabályaivá válnak, melyet már az egészségügy önálló vezetője módosíthat, akit az EU-ben dolgozók választanak meg. Az irodáját, ennek az önkormányzatiságot kapott vezetés irodáját webkamerákkal és rájuk kötött térmikrofonokkal szereljük fel, hogy a lakosság mindent láthasson, hogy az önkormányzatiságot kapott intézményeket a lakosság is ellenőrizhesse. Továbbá a kórházigazgatók irodáit és a kórházak gazdasági osztályait is ugyanilyen nyilvánossággal látjuk el. Minden pénzzel, nyilvános és teljes körű elszámolással tartozik az egészségügy. A gazdálkodásukat az állami számvevőszék felügyeli. Cselekvésük jogszerűségét rendőrség, az ügyészség, a bíróságok és a jogvédő civil szervezetek felügyelik. A vezetőjük által kiadott rendeleteket az Alkotmánybíróság vizsgálja. Minden előbb említett állami szervezet szintén önkormányzatiságot kap. Itt igyekeztünk felsorolni az egészségügyel kapcsolatos jogszabályokat, például jó, hát nyilván értelmszerűen törvény az egészségügyről, törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról, stb. Tehát ezek mind bekerülnek az EU új vezetőjének a hatáskörébe, ezeket majd módosíthatja, csak azt már rendelet formájában mindet. Mehetünk teljesen jogszabályok végéig még. Jó. Nem biztos, hogy megtaláltuk az összes jogszabályt a témakörben, hiszen irgalmatlanul sokat készítettek ezzel kapcsolatban, úgyhogy de azt hiszem 15 vagy 16 jogszabályt sikerült találnunk eddig ebben a témakörben, na azok biztos, hogy bekerülnek az EU vezetője alá, aztán majd meglátjuk, hogy még mi. Lehet, hogy van még több is. Igen, egy kis fej megy. Jó. További rendeletek kapcsolódni szoktak. Ezért a jogszabályi változást úgy érdemes előkészíteni, hogy tehát a jogszabályi változást, ennek az új helyzetnek a jogszabályi változását úgy készítjük elő, hogy egy teljesen új törvényt hozunk.
fel egy sorra ötközött. Igen, amiben belefoglaljuk azt, hogy hogyan alakul át az egészségügyi intézményrendszere, stb. Hogy ez már az első perctől kezdve haladhasson, hogy ne várjunk két hónapig, mire lesz egy vezetőválasztás, aztán az a vezető még ki kell próbálja, hogy akkor a jogosultságai alapján kb. Mit tehet, mit nem, stb. Tehát ez egy hosszú folyamat lehet, akár fél év is eltelhet, mire az egészségügy és annak vezetője belejön a saját új hatáskörébe, feladataiba, és hát azért addigra már jó lenne, hogyha elkezdődne az egészségügynek a például a kórház összevonás, mert az sok időbe fog telni, és nem hagyhatjuk, hogy fél éven át lényegében semmi nem történjen. Így aztán ezzel lendületet adunk a változásnak, aztán az egészségügy vezetője már ő viszi tovább. Az első ülésem volt szó a jogrontó erőről, most már a jogszabályi résznél tartunk, tehát a jogrontó erőről volt szó, tehát arról, hogy az időben hozzánk közelebb álló jogszabálya hatályos. Így nem kell azzal vesződnünk, hogy legalább 15 törvényt és rendeletet módosítunk, hanem elég csak egy új jogszabályt alkotni, ezzel automatikusan hatálytalanná teszünk minden törvényi és rendeleti rendelkezést, ami ezzel szembe megy. Az önkormányzatiság megadásával már önmagában teljesen új egészségügyi működés jön létre, így ez a helyzet egyébként is új jogszabályért kiállt. Például ideírjuk a szakmán belüli választás szabályait. A teljes jogszabályi környezet megváltoztatását úgy lehet megoldani, hogy a változtatásokról összefoglalóan, előkészítendő törvénybe beleírjuk, hogy a kötelező jogszabályok, hogy a következő jogszabályok kerülnek rendeleti szintre, és akkor igen, tehát például törvény az egészségügyről, stb. Tehát ezt beleírjuk az újonnan létrehozandó jogszabályunkba, amit nem ezen az ülésünkön hozunk létre, hanem majd a következőn beszélünk róla, mert ez már elég hosszadalmas lenne, mert hát ugye azt az egészet akkor törvénybe kellene foglalni, hogy előkészítsük ezt a dolgot. Ezen jogszabályok további módosítására már az egészségügy önkormányzatiság útján megválasztott vezetője lesz jogosult. Az önkormányzatiság útján megválasztott vezető jelentése. Igen, tehát majd azt is meghatározzuk, hogy az ő jogkörét, bár igazából az eléggé széles körű lesz, hiszen lényegében a saját szakmájáról rendelkezhet minden, ami állami egészségügyhöz tartozik. Az EU problémái elsősorban a napi politikai utasítások, a hibásan felépített intézményrendszer és a pénzhiány miatt alakultak ki. Szabályozási szempontból például a betegeknek valószínűleg bőségesen vannak elegendő jogaik, legalábbis a jogszabályok alapján ezt mondhatjuk, hogy azért van bőven elég betegjog, az államnak bőségesen vannak jogszabályi kötelezettsége, számtalan elv van meghatározva. Nekünk a régi, megmaradó jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatban alapvetően annyi a feladatunk, hogy olyan szabályozást készítsünk elő, hogy az egészségügyi szakma örömmel és megkönnyebbüléssel élje át az önkormányzatiságát. Az egészségügy vezetőjének a jogkörébe kerül ezen szervezetek következő jogköre, például a 97. évi törvény az egészségügyről, a 145. paragrafus szerint például az EU-vel kapcsolatos országgyűlés feladatai, 146 és 146 per a paragrafus a térségi egészségügyi fejlesztési programokkal kapcsolatos dolgok is. A kormány feladatai a 147. paragrafus alapján, 148. a térségi egészségügyi tanács feladatai felettük is munkáltatói jogkört fog gyakorolni, vagy ha nem kell, akkor akár meg is szüntetheti ezeket. 150-151 miniszter feladatai, 152-152 per B az egészségügyi miniszter államtitkár feladatainak mindegyike. Az önkormány, tehát természetesen az EU minisztérium meg is szűnik, vagyis hát az ehhez kapcsolódó minisztériumi rész, jelenleg ugye nincsenek önálló minisztériuma, mindegy, az megszűnik, de erről aztán az elején már volt szó mindjárt a bevezetésnél, úgyhogy
De mindegy, a lényeget már reméljük érti. Ha az önkormányzatiságot kapott egészségügy későbbi vezetője úgy dönt, hogy egyes volt miniszteri feladatok fölöslegesek, megszüntetheti őket. Például egy-egy véleményezési feladat. Vagy kiadhatja őket másoknak az egészségügyön belül. Továbbá, a hatáskörébe kerül a természetes gyógytényezők meghatározása, 238. paragrafus 3. bekezdés, az egészségügyi államigazgatási szervek az egészségügy vezetőjének irányítása alá kerülnek, de ő dönthet úgy is, hogy az önkormányzatok alá kerüljenek. Ha az önkormányzatok kapnak pénzt egészségügyi feladatok ellátására, azt ezek után az EU vezetése kapja meg. Ha ennek az újraszervezése, ennek az új feladatnak az ellátása kapásból sok lenne, az EU új vezetőjének nyilatkozhat arról, hogy ezt csak mondjuk 2 év után, vagy amennyi időt szükségesnek lát, azután veszi át például az önkormányzatoktól különböző feladatokat, vagy azt is mondhatja, hogy maradhatnak az önkormányzatoknál. Ez már az ő hatásköre lesz. A kórházak átszervezése úgy is leköti őket, ezért kellhet 2 év átmeneti idő. A rendelői ellátást is át kell szervezni, úgyhogy nagy kihívás elé néz az EU első 2-3 vezetője. Még tehát akik időben egymás után jönnek, ők még eléggé nehéz dolguk lesz. Mert nekik kell lebonyolítaniuk a nagy változásokat. Az egészségügyi államigazgatási szerv, hát létezik ilyen, ez egy viszonylag kevéssé ismert dolog, mindegy. A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek, amelyek meghatározott feladatokat látnak el az alábbi területeken: közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés, egészségre nevelés, egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása egészségügyi szolgáltatók felett. A megyei egészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását ellátják. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat és hatáskörre rendelkező népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységként kistérségi, illetve fővárosi kerületi népegészségügyi intézeteket működtetnek. Tehát ezek a kormányzati szervek betagozódnak az egészségügy vezetője alá, és alapvetően ő lesz a későbbiekben a munkáltató, mondhatja azt, hogy ezek megszűnnek, módosulnak, változik a jogkörük, tulajdonképpen ez azt csinál, amit csak szeretne. Példa a szakma hatalomátvételéből, az egészségügyi szakma hatalomátvételéből 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról, 8. paragrafus 4. bekezdés. A házi orvos, illetve házi gyermekorvos megválasztására vonatkozó részletes szabályokat az egészségügyért felelős miniszter rendeletben határozza meg. Ugye ez volt eddig a jogszabály, valamint az eddigi jogszabály. Mivel nem lesz ilyen miniszter, így az EU önkormányzatisága miatt ezért az automatikusan az EU új vezetőjéhez kerül ez a feladat. 2005. évi törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról. Ez a törvény címe 26. paragrafus 2. bekezdés. A gyógyszerek megsemmisítésének módját és a követendő eljárás rendjét a kábítószerek, illetve pszichotróp anyagoknak minősülő gyógyszerek esetében alkalmazandó fokozott biztonsági rendszabályokat, valamint a környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzését az egészségügyért felelős miniszter szabályozza. Ugye itt a hatalom átadását jogszabályilag úgy lehet könnyen megoldani, hogy a rendelet elejére odaírjuk, vagy a törvény elejére, hogy a törvény vonatkozásában a miniszteri feladatok átkerülnek az egészségügy önkormányzatiság útján megválasztott vezetőjéhez.